Bemutatom Varga Csaba, szociológus filozófus, és az ő témája kapcsolódik az eddig hallottakhoz, Isten emberré válás. Hát nyilvánvalóan ez már, nem tudom, följössz ide, Csaba, vagy maradhatsz persze. És vetíteni fel nem szeretném. Jó, átadom a mikrofont, és csak meg. Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon örülök, hogy a Tamásék beszéltek előttem, mert egy sereg dolgot nem kell elmondanom. Sajnálom, most nincs idő, bizony dolgokat esetleg másképpen mondjak, mint ők. Azzal szeretném kezdeni, hogy ha azt a mondatot hallják, hogy minden ember Isten ember lehet, akkor ezt vajon elhiszik-e? Csak azt tegyek fel a kezét, aki elhiszik. Ó, haza is mehetek. Köszönöm szépen, ez egy jó hír volt. Ugye azt mindenki megélte a saját életében, vagy most nagy korábban, vagy annál is még korábban, vagy előző életeiben, hogy igazából számtalan belső és külső ok miatt az emberek többsége azt élte, vagy azt éli most is, hogy istentelen emberként létezik. Tehát van egy olyan pont, amit mondjuk jellemezhetünk egy szélsőséges állapotnak, és a másik oldala, ami az Isten emberi válás, az nem egy másik szélsőség, az a valóság, az, amit mindenki elérhet. De az utunk onnan indul, és idejött el mindenki esetében. Mindössze 30 percem van arra, hogy erről az egész kérdéskörről elmondjak néhány fontos tézist. Kezdeném azzal, hogy nagyjából másfél évvel ezelőtt összehívtunk közel 40 barátunkat és kollégánkat, és azon kezdtünk el töprengeni, hogyha összehasonlítjuk az összes fontosabb vallást, és az általunk, vagy nem csak általunk ismert fontosabb spirituális utakat, van-e ebben közös? Tehát van-e olyan, hogy a Föld bármelyik pontján vagyunk, bármelyik vallásban vagyunk benne szabad lélekként, és bármelyik belső utat is gondoljuk, ezek mind mások, vagy van valami, ami ebben közös? Tehát van-e a Földön, ebben a mai civilizáció egy olyan fajta közös út, ami mindenhol megtalálható. Hónapokig dolgoztunk ezen a összehasonlításon, és végén eljutottunk egy álláspontig, amely úgy hangzott, hogy igen, van egy közös út minden ember számára, mindegy, valaki taoista, buddhista, hindu, keresztény, vagy bármilyen más vallású, beleértve mondjuk egy-egy indián törzset, vagy bármelyik sámán által vezetett közösséget, nincs semmilyen alapvető különbség, de akkor, ha ezt felismertük meg, ezt értjük meg, látjuk, akkor mi ez? És ha tudjuk, hogy most már mi ez, a kérdés az, hogy ez mindenkinek ma megtanítható-e. Tehát nem elég megérteni a közös utat, a kérdés az, hogy képesek vagyunk-e ezt most akkor mindenkinek átadni. Azért nagyon éles a kérdés, és azért nagyon nagy figyelmet érdemel, mert a jelenlévők szerintem kivételével már úgy nőttek föl, hogy ez sem a saját családjuk nem tanította, se az iskola, se a baráti kör, nem beszélve a televízióról, bármilyen más kommunikációról, nyilván semmilyenről nem beszélnek. Tehát igen, úgy indultunk el az életben, és úgy vagyunk most benne, hogy nekünk már nem tanították. Pedig elvileg még 150 évvel ezelőtt ebből sok mindent tudtak a családok, és elég sok mindent átadtak mindig az újabb generációknak. Most tehát ott vagyunk, hogy van egy összefoglaló képünk, ezt próbálom szép sorban már most elmondani, de a dolog rendkívül bonyolult. Hoztam egy összefoglaló táblázatot ijesztésképpen, a végén bárki megnézheti és végig gondolhatja, amelyben azt néztük meg, hogy ha van az öt alapvető belső instáció, és ha végignézzük,
hogy az ember személyes belső, köszönöm szépen, az ember személyes belső útja, hogy néz ki, az ember külső útja, a világon való létezése, milyen a közösségeinek útja, tehát milyen a család útja, milyen a közösségi tudat útja, milyen a szerelem, vagy a szerelem realizáció, mit jelent az ember életében, ugyanilyen szempontból, milyen a szeretet, a személyes tudat, a közösségi tudat, a nemzet, az Isten realizáció, a szellemi út, az emberiség külső belső útja, a természet útja, és végül a teljes galaxis útja. Most az egész együtt itt van egy táblázaton, és mindegyiknél ugyanazt az 5 stációt megpróbáltuk felrajzolni és megfogalmazni. Ez nagyjából 2 éves tananyag most a képzéseink keretében, tehát most nem kell ezt megérteni, csak azért mutatom meg, hogy van, hogy készen van. És azt kell még elmesélnem, hogy készen van a könyv is, ami ezt összefoglalja, hogy valamikor a télen meg fog jelenni, az lesz a címe, hogy az Istenné, avagy az Isten emberré válás. Ennyi volt a bevezető, és akkor most vágjunk bele, köszönöm szépen. Az előttem elhangzott nagyon tiszta, világos beszédből azonban egy még elmaradt, és itt tudom akkor folytatni. Hogy nem az a kérdés, hogy mi lesz a félelmeinkkel, vagy hogyan tudunk elengedni bármit, hogy leszünk-e boldogok, vagy nem. Hogy mi a boldogság, más kérdés, most nem szeretnék erről vitát nyitni, mert más még itt a hölgy itt emlegetett, szerintem legalábbis. De erről ma bárki az internetre fölmegy, vagy könyveket lesz, rengeteg válasz kísérletet lát, rengeteg olyan gondolatot láthat, vagy olvashat, ami őt valamilyen mértékben inspirálja. De egy alapvető dolog elmarad. Köszönöm a visszaigazolást, ez jól esett. Hogy ez honnan indul és hová vezet. Ezt a régiek, tehát ha valaki olvasott több ezer évvel ezelőtti ősi szövegeket bárkitől, mindenki már ott ezt az egész utat belső útnak hívja. Hát az ember életének a lényeg nem a külső útja, tehát hogy milyen foglalkozása van, hogy ki a felesége, hogy hány gyereke van, hogy hol lakik, hogy milyen ember, ez mind a külső útunk, a belső út a lényeges. De ma a belső útnak a fogalmát sem ismerjük és tanítjuk, bár most én írtam a gimnázistáknak az új etika tankönyvet, én már belehoptam ezt a kérdést, hogy legalább a fogalmat hallják, de általában senki nem tudja, hogy ilyenfajta alapvető összefüggés van. Na most, mi a belső út? A belső út leírható 21, 7, 5 meg 3 stációval, mert mindig össze lehet vonni őket egy-egy nagyobb tömbé. Én most elmondom a legegyszerűbbet, majdnem a legegyszerűbbet, az 5 stációt, ami itt ezen a táblán 1, 2, 3, 4, 5 stációval. Elmondom a címét először, mert ezt talán már mindenkinek kinyitja a lelkét, hogy akkor igen, ezt be tudom saját életem szempontjából helyezni. Az első stáció nem az ember sötét, az ember magában sötétséget lát, és maga körül sötétséget észlel. Tehát nem tudja, hogy kicsoda, nem tudja magának megadni a választ, nem tudja, hogy mi van benne, nem tudja, mi a világ hogy működik, elveszik benne, ezért van tele félelemmel, szorongással, szenvedéssel, stb. Az összes vallás kivétel nélkül a sötétség állapotának nevezi meg a sötétség szóval. És nem most, az elmúlt nagyjából 13 ezer évben mindig. Az utolsó özönvíz óta bármilyen ősi kultúrát nézzük, mindenhol ezt az állapotot a sötétség állapotának ismerik. Aki ma 10 évesként elkezd magára ismerni, nagyjából ezt kell magában fölfeleznie, hogy én, Úristen, tényleg ez van velem is. A második stáció, ugye itt ez a szürke jelezte a sötétséget, a második stáció nem a megvilágosodás, hanem a világosodás. Jön a fény, kezd derengeni. Ez azt jelenti, hogy mindenki elkezdi magában azt mérlegelni, hogy miért van bennem sötétség? Miért történik velem ennyi baj?
Elvileg nincs olyan ember, akivel bármilyen baj történne ma se. És mégis minden ember úgy éli az életét, hogy szüntelen konfliktus, drámát, fájdalmat, keserűséget, kiszolgáltatottságot, reménytelenséget, vagy ami a lényeg, szeretetlenséget tapasztal. Pedig olyan nincs. Tehát az, hogy itt vagyunk ebben a belső állapotban, azt mutatja, hogy elkezdjük keresni az okát annak, hogy miért vagyunk ebben az állapotban. Hozzá kell tennem, aki ezt a belső úton való, belső utat választ, és elindul rajta, hogy keresi a válaszokat, ez a legnehezebb stáció talán, mert itt muszáj szembenézni azokkal, amik a fájdalmat okozzák. Látni kell. Jön a harmadik stáció, aminek van egy gyönyörű szép ősi magyar neve, mindenki ismeri, ez az, hogy a tűfokán való áthaladás. Valaki emlékszik a Bibliában, a Máté evangéliumára, Jézus ezt úgy nevezi meg, hogy átmenni a szűk kapun. Ez ugyanaz, mint a tűnek a foka. Na most tessék ide kérdezni egy nagy tűt, mondjuk ekkorát, és ilyen pici kis luk van rajta a tetején a tűfoka. Mindenkinek azon kell átmenni a fizikai testével. Jól mutatja a tűfoka, mint kép és mint rajz, hogy ezen lehetetlen átmenni a fizikai testünkkel. Ezért a tanítások azt mondják erre, kivétel nélkül, hogy a tűfokán való áthaladás az nem egy fizikai változás, nem is önmagában egy lelki változás, sőt nem is változás, és mondanak három szót, újjászületés, transformáció, átlényegülés. Mindegyik azt jelenti, hogy az az ember, aki most itt ül, és mindegy hány éves, milyen haja van, milyen nadrág van rajta, mi történt eddig vele, ha átmegy a tűfokán, az az új embernek semmi köze ahhoz, aki eddig itt volt. Bárkivel olyannal beszélgettek a jelenlévő között, aki átment a tűfokán, mindenki el tudja mondani, hogy ő volt ilyen, aztán ilyen lett. Nagyon érdekes, hogy aki átmegy a tűfokán, ezt a fiatalabbak mondom, tehát a 30 fölöttiek a fiatalabbak, azoknak mondom, mindenki fizikailag 10-20 évet vissza is fiatalodik, nem csak külső látszatra, belül is. Mert az átalakulás a fizikai testét is újra teremti. Tehát van egy ilyen előnye is, hogy az életkor gyakorlatilag érdektelenné válik. Ez volt a harmadik stáció. Jön a negyedik, amelyre szép magyar szavaink vannak, az egyik azt mondja rá, hogy szeretett emberré válsz. Ez azt jelenti, hogy belül csak szeretetet él. Nem az, hogy nincs benne félelem, meg aggodalom, meg minden baj. Az csak egy tisztítás. Az a gyógyítóknak a dolga, hogy azokat segítség kipucolódni. De ez önmagában még nem változás. Akkor változtál meg, mert átmentél a tűfokán, amikor azt tapasztalod, hogy benned csak szeretet van. Nem pontos a megfogalmazás, itt teszek egy kitérőt. Az európai kultúrában ma az az általános közhely, ami egyébként elvileg teljes mértékben helyes, ami úgy hangzik, hogy Isten maga a szeretet, az ember maga a szeretet, egy fenyőfa maga a szeretet, a lélek a szeretet és minden szeretet. Ráadásul ma az a divat, hogy azt mondjuk rá, hogy energia. Ez úgy általában igaz, de valójában nem egészen így van. Először is. Az, ami a teremtést végrehajtotta, tehát létrehozta a sokszintes, sokdimenziós, végtelen számú világegyetemet, az egy olyan valami volt, aminek egyik oldala energia, a másik oldala, mondjuk azt rá régi szóval, hogy ige. Mert nincs külön energia, és nincs külön ige. A Biblia vagy bármelyik ősi tudás tanítja a teremtést, azért beszél a hangról és szóról, mert a teremtésben ez az ige oldal ugyanolyan fontos, mint az energia. Mindenki ezt tudja a Földön. Eddig is így volt. Tehát nincs önmagában energia, ráadásul ami az égi energia, annak semmi köze a földi energiához, tehát egészen más minőségű energiákról beszélünk. De ez a bizonyos egyszerre energia és ige, ez ráadásul egy iker energia. Az egyik oldala a szeretet, most megtanulta a földi civilizáció, visszatanulta a lényevű Istentől, hogy mondjuk azt energia helyett, hogy intelligens energia, tehát benne van
az intelligens szóba az ige is. Tehát azt tanítja a rév, hogy ez intelligens energia, és ez egy intelligens ikerenergia, ami azt jelenti, hogy az egyik oldala a szeretet, az intelligens energia, ami azt jelenti, hogy ez a létezés alapvető működési, fennmaradási, intelligens energiája, vagy ennél bővebben egy általunk meg nem nevezhető módon egy nagyon összetett tér és idő feletti dimenzió. Ez úgy is igaz, nyugodtan nézzék meg bármelyik korábbi, vagy akár mai forrás, hogyha bárkinek a testében egy atomot megvizsgálnánk, és az atom magot meg a elektron felhőt felfedezzük abban a hatalmas nagy atomtérben, az, ami a tér az atomban, az ez a bizonyos intelligens szeretet energia. Nem légüres tér, ez maga a létezés alapvető energiája. Minden az, a vastól kezdődően az én szakállamig minden csak energia, mármint egy intelligens energia. De nem ez a teremtő energia. Azért beszélünk iker energiáról, hanem a teremtő energia, a szerelem energia. Ma a Földön bizonyos, hogy már égi ismeretek szerint azt tudjuk, hogy nagyjából 10 emberből 8 sohasem élte meg még a szerelmet, mert nem jutott el a szerelem állapotába. Valamit él, helyen közel, csak az egy alacsonyabb minőség, mint amit elérhetne bárki. Most a teremtő energia a szerelem energia. És bármikor teremtünk, mondjuk teremteni akarjuk magunknak, hogy legyen végre egy biztonságos helyünk a világba, az teremtő energiával lehet, az ez az energia. Tehát nem csak a férfi és nő kapcsolatban megélhető, tündökletes, a fizikai testet meghaladóan, fantasztikus magasságban megélhető extázis és egységállapot a szerelem energia, ami megélhető a valódi szerelmi kapcsolatokban, de bármilyen teremtésben vagyunk benne, bármilyen teremtést akarunk végezni, az mind a szerelem energiával történik. De ez volt az zárójel. Megyünk tovább. Tehát ebben a bizonyos stációban, a tű fokában odáig kell eljutnunk, hogy egyre inkább ezért az úgynevezett szeretet és szerelem iker energiává válunk. És amikor átmegyünk a tűfokán, jön a negyedik stáció, amit már narancssárgával van jelezve. Ennek a neve régi szóval az volt, hogy szeretet vagy szerelem emberré válás, vagy pedig azt mondják rá, hogy Jézus emberré válás. Most kéne tenni egy nagy kitérőt Jézus, hogy értsék, hogy ki volt Jézus, mert nem tudjuk, nem derül ki a vallási tanításokból sok töredékesen, de most ebben nem menjünk bele, az legalább 2 óra, ha belekezdnek egy mondatba is, csak azt akarom sugallni, hogy ez a Jézus, Jézussá válás sokkal többet gondolunk magáról, Jézus személyéről, sokkal többről van szó, mint amit tanítanak. Tehát ez a negyedik stáció, ez bárki egyébként most itt a Földön, néhány éven belül elérhet, hogy ebben a belső és külső állapotban van. Csak 5. stáció, az az Isten emberré válás. Tehát sötétség, világosodás, átlényegülés, szeretetté válás, Isten emberré válás, ez az út. És ez igaz, bármit nézünk, nézzük a természet útját, a tejút galaxis útját, az ember külső létezését, bármit nézzük, mindenben ugyanezek a lépcsőfokok. Most a lépcső megértése abban van egy probléma, ami sokkal nagyobb szinten, mint maga a belső út, vagy a belső és külső utak teljes rendszere. Nem tudjuk, hogy az ember belül mi. Nem hogy ki, az már még nehezebb kérdés, az, hogy az ember belül mi. Ugye minden ember feltétlenül tudja, hogy van fejem, van szívem, van térdem, nem tudom, van tüdőm. Azt gondoljuk, hogy a biológia alapján elmondott alanyagra emlékszünk már, senki nem emlékszik egyébként rá. Tehát bármit megkérdezik, hogy néz ki a tüdőd, bajban lenne és így tovább. De legalább azt tudjuk, hogy fizikailag belül milyen szerveink vannak. Ezzel az a külön probléma egyébként, amit mindjárt tudnak,
hogy a világegyetemben, így a Földön, így az emberi testben is a fizikai anyag aránya 4%. Ez, amit megfogunk, ez mindössze 4%. Mi a 96? Itt vagyunk a Földön több millió éve, élene tudunk már, hogy mi az emberi test legalább. Ez megint zárójel volt. Az igazán érdekes kérdés az, hogy a nem fizikai szerveink mik. Mert a belső út ezekkel történik, és ezennek a pólusoknak a révén megyünk előre, vagy nem megyünk előre. Ha valaki tanult rendes hittant, azt legalább remélem megtanulta, hogy van a külső ember, meg van a belső ember. Ez rendkívül pontos meghatározás, nem ok nélkül maradt fönt az európai, vagy nem csak az európai kereszténységben. Ez azt jelenti, az embernek van egy külső ember volta, amelyet annak tart, ahogy a külvilág látja őt. Hogy fekete a haja, hogy érettségizett, vagy nem tudom, van négy unokája. Tehát a külső jelek alapján alkotok magamról képet. Nem én alkotom, amit a külső világ tart nekem tükröt, abban látom magam. Ezt a külső világban való szemléletet vannak erre belső szerveim. Ilyen mondjuk a tudattalatti, ilyen az elme, ilyen az ego, ilyen a kisénnek hívott, az emberek énnek emlegetik, vagy ilyen az észnek hívott mondjuk információtál. Ebben az a poén, hogy mindenki azt ma már megtanulta, hogy persze én nem vagyok egós, önző ember. Ezt mindenki már felfogta, hogy itt van valami probléma, van egy olyan belső szervem, ami engem kifejezetten önzővé tesz. Tehát nem csak a globális pénztőke háttérhatalom viselkedik egósként ma a Földön, el tudták élni, minden egyes emberben gyakorlatilag ez az önző ego uralkodik. Van egy probléma. Az ego ugyanis nem létezik. Képzeljék el, azt a mi elménk, meg az énünk, meg az intellektusunk vagy észünk gyártja le egy látszólagos létezőt azért, hogy magát így akarja életben tartani. Igazából itt az elme a rudas, ugye az elme nem tudom, tudják, hogy két dolgot csinál, ő az öt érzékszerv, látás, hallás, stb. És ő gyártja bennünk a gondolatokat. Ha bárki este otthon lefekszik, és azt mondja magának, legyen bennem csend, ezt kéri, nem tud magában csendet teremteni, mert az elme szüntelenül gyárt gondolatokat és érzéseket. Az elme olyan szoktam volt tanítani, mint egy hosszú, nagyon hosszú farkú kígyó, mert a farka leér az összes előző életbe, leér a kollektív tudattalamba, és minden fájdalmat fel tud hozni, ezért állandóan negatív érzés, negatív gondolatot gyárt. Igazából a minden ember a belső, az elme fogságában van. Az, hogy a sötétség miért van, nem az a kérdés, hogy félelem, vagy aggodalom, vagy függőség, vagy bármi, az következmény. Az ok az elme viselkedése. Minden ember belső útja onnan indul, hogy hogyan ismerem fel, hogy ki gyártja bennem ezt a sok negatív eseményt, miért élek meg ennyi szenvedést, miért fáj ennyire a létem, miért akarok menekülni, elbújni, vagy bármit csinálni. A félelem azért gyártódik le, mert az elme ezzel akarja a lelket védeni az újabb kudarcoktól. Ráadásul azért gyártja a félelmet, hogy előre szóljon, hogy ha összeveszel a feleségeddel, akkor ebből ilyen problémák lesznek. És előre az elme utal rá, hogy próbálj megnyugodni és kimenni a fürdőbe, lezuhanyoz, hogy normális legyél. De a félelem sem ellenfél, csak az gyártódik állandóan le bennünk. Az más kérdés, most képzeljék el, ha mondjuk valaki attól fél, hogy elhagyja a párja, az egy olyan félelem, hogy van egy kút. Nagyjából 4-5 földön át lehetne engedni olyan mély a kút, sok ezer kilométer, mert minden előző életben megélt párkapcsolati drámának a fájdalma benne van a kútba. És amikor a párom egy rossz mondatot mond, hogy na most már itt hagylak, akkor az elme az összes eddigi otthagyás élményt azonnal fölhúzza fájdalomként, és az emberek a torkába nyomja.
Érthető ez? Tehát nagyon mélyen gyökeredzik bennünk minden ilyen, és nem lehetett túl csak olyan könnyen megszabadulni, mert nagyon sokszor megtörtént velünk. De a kulcs az elme. Ez a külső ember. És van az embernek egy igazi oldala, azt úgy hívják, hogy belső ember. Mindenkiben van az önvaló, amit a kereszténység isteni énnek tart, semmi köze a hagyományos énhez, a külső ember hamis énjéhez. Ezt úgy tessék elképzelni, bármennyire is most meghökkentő lesz, az Atya Isten ott van bent mindenkiben. És az önvaló nem egy szerv, hanem mert előbb jeleztem, hogy minden atom tere, a szeretet tere, ott van minden egyes atomban is. Minden egyes porcikánkban, és nem csak a fizikai testben, a lelki testben, a szellemi testben is, mindenhol jelen van. Miközben ma a Földön létező 7, valahány milliárd ember nagyon nagy többségének fogalma sincs, hogy van önvalója, mert ebben a sötétség állapotban nem látja meg, most jelképesen mondom, nem ismeri föl. Nem fogja föl, nem tudja, hogy ez benne van. És minden emberben az önvaló körül egy gyűrűként jelen van a felsőbbrendű énje, akit most tekintetünk szó szerint is Jézusnak, a Jézus minőségnek. Mert mi is történik? Amikor az ember elindul a belső úton, történik van egy generális csoda. Nagyon sokan jelenők elmondhatják tanúként, hogy megélték ezt. Mert amikor bejelentem magamnak, tehát az önvalónak és a felsőrendének, jó, most elég volt, elindulok, igen, van, tudom, belső út, el akarok jutni legalább a szeretett ember állapotáig. Abban a percben képzeljük el, hogy lép egyet, és egy csomó entitás köréje sereglik. Olyan segítséget kap az egész úton, hogy állandóan támogatják, és viszik. Ez azért is fontos, mert van egy nagyon érdekes törvény, hogy bármelyik ember elkezdheti az egóját szépen lefogyasztani, vagy valamilyen értelemben elengedni, vagy engedni, hogy megszűnjön benne. Van egy törvény, hogy a tűfokán, az utolsó stáció, amikor át lehet menni a tűfokán, valakinek egy fakalapáccsal az egót fejbe kell verni. Jelképes ugyanaz a történet, de így történik. Ez, aki fejbe veri, ez az Isten. Nincs annyi kapacitásunk, még akkor is az Isten bennünk van, mi magunk ki tudjuk magunkból oldani. Ezért nagyon nagy szükség van az isteni vezetésre. Ráadásul a jelenlévők nagyon sokfajta spirituális tanítást nem hallottak, gondolom. Minden napadban legalább 2-1 órát meditál, vagy imádkozik, vagy nem tudom, kontemplál. Bármit csinál egyformán jó. És mindenki elkezdte azt megtapasztalni magában, hogy milyen, amikor kezd benne a csend megjelenni, mert az elmét el tudja halkítani. De amikor a meditáció vagy ima révén kezd bennünk a csend megjelenni, annak van egy következménye. Nem azért meditálunk, hogy csendben legyünk csak, végképp nem azért, hogy bennünk nyugalom meg béke legyen, ez nem relaxáció. Ebben a csendben ugyanis kinyílik egy száj, vagy egy ajak. Megszólal bennünk a belső hang, mindenkiben kivétel nélkül. És attól kezdve ezen a belső hangon keresztül bármelyik családi entitása, korábbi életekből bármelyik arkangyal, bármelyik isteni entitás meg tud szólalni, és meg lehet hívni, lehet vele beszélni néhány hónap gyakorlat után. Ez nem a szentek privilégiuma, nem az avatárok titka. Bármelyik ember megtanulhatja néni segédlettel, hogy hogyan találja meg a belső hangját, és a belső hangját hogyan lehet beszélgetni. És akkor már kérdezhet és választ kap, hogy mondjuk, miért nem tudok átmenni a tűfokán, miben nem tudtam magamat megváltoztatni.
hihetetlen segítséget kapunk annak érdekében, hogy a belső úton végig tudjunk menni. És ha a belső úton végig megyünk, akkor a külső útunk is megnyílik előttünk. Ez nem arról szól, a külső út önmagában, hogy engedjem, hogy az élet történjen velem. Ez is egy szintje a probléma megnevezésének. Ez arról szól, hogy átadom magam a belső hang vezetésének. A szabad akaratom addig tart, amíg azt mondom magamnak, rendben van, most átadom az életem irányítását az Istennek, vagy bárki bárkit mondhat, akire hallgatni szeretne. És engedem, hogy vezessen. Mert nem az élet vezet önmagában, hanem ez a fajta erő, a tetszik intelligens energia vezet mindnyájunkat. És ráadásul éjjel-nappal szeretetben, meg szerelemben fürdet minket. Most ebből az következik tehát, hogy amikor valaki a tűfokában van, most ugye ilyen pici a tűfoga, ha valaki belemegy, azt fogja látni, hogy a tűfoka belülről akkora, mint valamelyik nagy sportcsarnok. Nem oda belép, mert már ott tart, hogy be tud lépni, és elkezd hatalmas köröket jár addig, amíg képes annyira megváltozni bent és kint egyaránt, hogy át tud menni a kijáraton, tehát ki tud lépni belőle a negyedik stációból. Itt van még egy titok, nem tudom elmerni-e mondani, talán nem fognak megbántódni ettől. Van egy ősi szó, úgy hívják, hogy Enduro. Minden vallás hasonlóképpen nevezi meg ezt a dolgot, ugyanis ahhoz, hogy én átmenjek a tűfokán, tehát szeretett emberi váljak a belső és külső úton egyaránt, ahhoz a külső emberben lévő ént, egót, elmét, intellektus úgy, ahogy van, ki kell füstölni. El kell égetni, most jelképesen nem fizikai égésről van szó, tehát meg kell tudnom tenni azt, hogy szétmálik bennem, felolvad, elpárolok. De ez nem azt jelenti, hogy az elme megszűnik. Az elme ugyanis a legzseniálisabb szervünk, ha jó helyen van. Az elme azt csinálja, megszabadultam végre a sokfél balantól, tehát ego, stb. És azt mondja, most már akkor csatlakozom az önvalóhoz. Amikor az elme az önvalóhoz, a belső emberhez belép és csatlakozik, akkor a legnagyobb teremtő eszközünk. Mi legtöbbet ártunk ezen a stáción, az a negyedik stáció már legtöbb segítséget adja. És még egy dolgot kell elmondanom, mert ez ma végképp nem világos Magyarországon sem. Mindenhol azt hallják éjjel-nappal, hogy előbb önmagunkat kell szeretni. Na de ki szeret és kit? Ha én külső ember állapotamban vagyok, aki szeret, az egós elmés, önző énem. Azzal akarok szeretni mit? Ami vagyok, tehát az egós elmés énemet. Ha megnézik, hogy az emberek többsége csak önző szeretetre képes, csak a saját egyéni érdekében menekülése érdekében, azért van, mert az egós éne szereti az egós énét. És senki nem érti, ez a nagyobb bajt okozunk, mint bárki erről feltételezte volna. Viszont ebben az értelemben a jézusi tanítás most válik először érthetővé. Mert Jézus nem azt mondta, hogy előbb szeresd önmagad, aztán másodszorban a szerelmedet, vagy a szüleidet, vagy nem tudom én a világegyetemet. Ez a kettő egy. Egyik sincs előbb, egyik sem fontosabb a másiknál. És bárki elmondhatja, ha volt, megért egyszer igazán szerelmet, hogy ő jó emberré a szerelemben, a másik ember szeretésében vált. Nem abban, hogy önmagát, mert ugye, ha ide eljutunk a negyedikbe, akkor az önvaló szereti az önvalót. Ugye egy aki szeretett, tehát nem sok értelme van, de ez most más kérdés. A lényeg az, ha valaki egyszer megélte, milyen igazán szeretni, tudja, hogy attól, hogy csodálatos jó emberré vált, és nem attól, hogy csak önmagát szereti. Befejezésül, már a Timi már rám nézett, a következőt kell mondanom, összefoglalásul. Ott tart az emberiség ma, hogy megint felfedezi van belső és külső útja. Ott tart,
hogy különbséget tud tenni belül a külső és a belső ember állapota között. Tudja, ez a harmadik felfedezés, hogy honnan, hová kell jutni. És minden nehézség nélkül kimeri mondani, ha én eldöntöm, hogy ezen az úton elindulok, akkor nem nagyon tudom megakadályozni, hogy Isten emberré váljak. Köszönöm szépen!